Köszönjük szépen rektor úr köszöntő szavait, és akkor megkezdenénk a plenáris szakaszt, hogy itt négy előadást állítottunk össze a programba. Az első előadónk Fehér Péter lesz, megkérlek Péter az előadás megtartásán. Üdvözlöm a kollégákat a rendezvényen, és köszönöm Jánosnak a felkérést erre a nyitó plenárisnak a megtartására. Azt gondolom, hogy talán az lehetett az oka, hogy ez az előadás kezd itt a konferenciát, hogy próbáltam egy nagyobb nemzetközi kitekintést adni erre a képre, hogy hogyan most ez a helyzet a világban. Amikor olvastam a konferencia felhívást, valami olyasmit írt benne, aki kiírta, szerintem valószínűleg János lehetett, hogy éppen a hype körbének a mélypontjára jutott ez a munk dolog, és akkor innét lesz még egy kisebb fellendülés. És akkor elgondolkodtam, hogy hogy is áll ez, nézzünk körül, mert nem vagyok teljesen biztos ebben, és szeretném önök elé tárni, hogy mire jutottam ezzel kapcsolatban, hogy áll a helyzet nemzetközi viszonylatban. Amiket mondok, azok között lehet egy csomó olyan dolog, ami vitára ad lehetőséget, vagy esetleg másképp gondolják, de ennek ez a célja. Miről fog beszélni az előadásban? Néhány dolgot felvillantok abból, hogy hol állnak ezek a kurzusok, kedvel szolgáltatók a világszerte, aztán mik a jelenleg aktuális nemzetközi kutatásoknak a fő problémakörei, aztán külön kitérek ezekből a kurzusok minőségére, ez az egyik kulcs kérdés, és néhány olyan újdonságot, ami az elmúlt fél-egy évben jött ki ezekkel kapcsolatban, ezeket mutatnék meg önöknek. Először talán néhány dolgot arról, hogy hogyan állnak a vezető kurzusszolgáltatók világszerte. Itt a Coursera-ra gondolok, az edX-re, aztán a FutureLearn-ről és még egy-kettőről fogok beszélni. Ezt a képet azért vágtam ki tegnap éjjel, hogy lássuk, hogy a számok nagyjából hogy alakulnak. Láthatják, hogy közel 14 millió felhasználó van. Ha valaki belép a Coursera-nak egy olyan nyitó oldalára, folyamatosan lehet látni, hogyan számolja az új belépőket. Tehát elég gyorsan változik ez a helyzetkép. Jelen pillanatban 1043 kurzus található meg. Ha visszanézünk korábbi előadásokat egy-két évvel ezelőtt, mindig ki szoktunk vetíteni ilyen képeket, hogy épp akkor hol tart. Én nem rajzoltam ebből a diagramot, de én azt gondolom, hogy legalább lineáris a fejlődés, hogyha nem annál is meredekebb jelen pillanatban is. Oldalra kivágtam egy nagyon érdekes részletet, ez, hogy milyen nyelveken hozzáférhetőek a kurzusok. Itt, hogyha picit belenéznek, az most egy dolog, hogy elég sok nyelven, de még olyan nyelvet is találtam benne, amit azt se tudtam, hogy létezik. Arról például, hogyha másodikat megnézik, nem tudom, hogy hányan bírják ezt a kinyarvanda feliratú vagy szöveget. Az urdu is elég érdekes volt, ezt mondjuk a Boborjának a vicceiből lehet ismerni. De az viszont problémásnak tűnik a dologban, hogy magyar nyelv jelen pillanatban sincsen közöttük, és azért pár év eltelt már a kezdetek óta, erre később majd még visszatérek. Az edX-en, ami a másik legnagyobb ilyen kurzusszolgáltató, ugye Harvard, MIT és hasonló egyetemeknek a kurzusai elsősorban, itt is látható, hogy 539 kurzus, tehát ha kettőt összeadjuk, óriási szám igazából. Ha belelapoznak a kurzus kínálatba, lefedi gyakorlatilag az összes lehetséges olyan területet, ahol egyáltalán fölmerül szerintem az e-learning lehetősége. A harmadik, ez a Udacity-nek az egyik programja, amit úgy hívnak, hogy Nanodegree Programs. Nem tudom, hogy ezt már nézték-e a kollégák. Ez az eddigiektől eltérően nem ingyenes program, hanem egy olyan lehetőség, ami bizonyos összeg fejében olyan skilleket tanít meg a felhasználóknak, amiket közvetlenül használhatnak utána. Android programozás, webprogramozás, adatelemzés, iOS fejlesztés és így tovább. Egy nagyon érdekes újdonság, majd az újdonságoknál még szintén megemlítem. És ez pedig egy európai kezdeményezés, angol egyetemek hozták létre, ez a FutureLearn, ami körülbelül két éves. Itt is elég nagy mennyiségű kurzus található, és nagyon sok olyan egyetem is csatlakozott már, ami nem Angliából származik, de nagy részük jelen pillanatban angol. A kurzus kínálat itt körülbelül olyan 100 kurzusra tehető. A
Az első dolog, amiről szeretnék egy-két szót szólni, ez a különböző típusú kurzusoknak a szétválasztása. Bizonyára mindenki tudja az eddigiek alapján, hogyha részt vett már Netanyán kurzusokon, akkor kétféle kurzust különböztetnek meg. Az eredeti kurzus, amiket létrehoztak 2008 körül Siemens és Dance, a konnektivizmus kitalálói, azok a konnektivista kategóriába tartoznak. Ennek a tulajdonságait a következő dián meg fogom mutatni. De amit szerintem mi MOOC kurzusnak tartunk, az a második kategória, ez az X MOOC elnevezésű, ami a hagyományos egyetemi kurzusokhoz áll közel. Itt a diagramon lehet látni ilyen utalásokat a különbségekre, de inkább készítettem egy magyar diát hozzá, hogy próbáljam ezt elmagyarázni. Ez a konstruktív vagy konnektivista, mind a kettőtre utalhat ez a C betű, ami a nevében benne van, és azt kell tudni az ilyen típusú kurzusokról, hogy ellentétben a különböző egyetemek által szervezett kurzusokkal, itt nincsen központi szerver vagy központi eloszlású tartalom, hanem rengeteg csomópont van a hálózatban, és azoknak az együttműködésére építenek. Néha még az is kérdéses igazából, hogy mi a célja az ilyen típusú kurzusoknak. Azon kívül nyilván van, hogy a résztvevőknek a tudásszerzése, a tudásuknak a bővítése, de nem feltétlenül van mondjuk egy ilyen címe, hogy bevezetés mondjuk az R programozási nyelv elsajátításába. További jellemzője, amit itt a második pontban írtam fel, ez az elárasztás. Ez azt jelenti, hogy óriási mennyiségű anyagot adnak közre a résztvevők. Nem tudom, hogy esetleg volt, aki a magyar hasonló kurzusban részt vett. Tehát, hogyha az ember ezt 24 órában venne részt azon a kurzuson, akkor se tudná azt hiszem az összeset végignézni. Inkább arra épít, hogy mindenki halászgassa ki belőle azt, ami számára fontos. A kurzus végén ugye nincsen vizsga, tehát ilyen problémáktól nem kell félni. Megadja a lehetőséget arra, hogy elmérjünk azokban a részekben, amik számunkra fontosak. A nyílt szabadon elérhető oktatás erőforrásokat preferálja. Ez azt jelenti, hogy nincsen olyan előre elkészített tananyag, mint a hagyományos kurzusok esetében, hanem vannak a kurzusnak vezetői, akik naponta gyűjtik össze azokat az információkat, amik bejönnek a hallgatóktól, és ezt a többiek felé továbbítják. És az utolsó jellemző, amit itt kivettem a leírásokból, és ez nagyon fontos, hogy nem az a céljuk, ami az elit egyetemek kurzusainak. Tehát egy kimondott kurzus esetében, hogy megtanuljak valamit biológiából, kémiából, vagy az adott tantárgyból. Itt Dance cikkét olvastam, ahol azt mondja, hogy igazából az a célja az ilyen, ennek a kurzusnak, ennek a típusú kurzusnak, hogy aláássa a másik egyetemnek a célját. Tehát azt szeretnék elérni, hogy az oktatás nyíltabbá váljon, és kötetlenebbé. Ezt azért nem is írtam oda, hanem csak utaltam rá. Hogyha lesz kiadvány esetleg, akkor majd ott a részletes hivatkozásokban elolvasható. Bocsánat, itt a másik, az X-munkot, ezt azért nem fejtettem ki részletesen, mert azt gondoltam, hogy arról szól az egész előadás, és azt mindenki véletleg jobban ismeri, mint ezt a típust. Az első problémakör, amit itt átnéztem a különböző publikációk alapján, ez a tanuló és a tanári motivációknak a kérdésköre. Vagyis miért vesznek részt hallgatók ilyen kurzusokon, tanárok miért szeretnek részt venni ilyen kurzusokon. Ez egy elég központi kérdés az ilyen típusú tanulásban, azt gondoltam. A tanulói motivációk köréből négyet választottam ki. Az első kettő az talán elég nyilvánvaló, az új tudás megszerzése, a meglévő tudások bővítése, kíváncsiság az új tanulási formák iránt. De előfordulnak olyan hallgatók is, akik ezt szimplán személyes kihívásnak tekintik, hogy ezt meg tudják csinálni. A papírgyűjtés az pedig azt jelenti, hogy elvégeznek kurzusokat, és az ott megszerezhető tanúsítványt próbálják begyűjteni. Ez nem feltétlenül haszontalan, erre talán majd később még esik szó. A tanári motivációknál, tehát hogy miért vállal valaki olyasmit, hogy megtart egy ilyen kurzust, amit az egész világon követhetik a hallgatók. Ebből a legfontosabbak ilyenek, hogy kíváncsiság, tapasztalatszerzés, netán elkötelezettség az oktatás és az ismeretek terjesztése iránt. A valamiféle személyes előnyök érdekében itt nem közvetlen anyagi előnyökre kell gondolni,
hanem mondjuk az ember ismertséget szerez, ez alapján kaphat különböző lehetőséget a szakmai előrelépésre. És hát szempont ez az önzetlenség, magyarul a tudásunknak a továbbadása bármiféle olyan indok nélkül, hogy mondjuk ezért fizetnének esetleg. A különböző cikkeket megemlítem mindig az alján, illetve lesz majd egy hivatkozást is részletesen. Nem csak motivációk vannak, hanem elég komoly kihívásokkal is kell szembenézniük a résztvevőknek mind a két oldalról. A tanárok szemszögéből nézve nagyon komoly probléma a diákok értékelésének a nehézsége. Tehát, hogyha részt vettek már ilyen kurzusokon, akkor ismerik bizonyára, hogy általában tesztek vannak rajta, aztán vannak beadandó esszék, amiket peer review-val értékelnek, aztán előfordulnak olyan feladatok, amiket automatikusan képesek a rendszerek értékelni. Programozásnál gyakran előfordul, hogy fel kell tölteni a programot, és akkor automatikusan lepontozza vagy visszajelez. De ez az egyik központi problémája ezeknek a kurzusoknak. Egy másik ilyen felmerülő probléma, hogy a videófelvételeken úgy tartanak általában előadást a tanárok, nem minden esetben, általában, hogy leülnek egy kamera elé, és ott a kamerával szemben kell beszélgetniük. Ez elég sok embernek problémát jelent. Egy-két fél évvel ezelőtt valamelyik főiskolán végeztünk ilyen fejlesztést, hogy videóra rögzítettünk egy csomó előadást, és ez nagyon komoly kihívást jelentett a tanároknak, tehát ezt gyakorlatban is tapasztaltuk, hogy egészen máshogyan adnak elő egy kamerával szemben, vagy egy teremnyi diákkal szemben. Aztán szintén problémát jelent még a tanárok szemszögéből a diákok hiánya az online fórumokon. Minden kurzushoz online fórumok vannak, ahol segítséget kaphatnak ugye a diákok, de ezt nagyon sokan nem használják ki. És úgy tűnik a visszajelzések szerint, hogy a tanárok ezt hiányolják. A visszajelzések azt jelenti, hogy ezek a kihívások, amiket itt bemutatok önöknek, ezek a különböző cikkekben felmérések alapján készültek, tehát nem vélekedésekről beszélek most, hanem különböző szakirodalmakból próbáltam kiszedni azokat, amiket érdemesnek tartok megosztani önökkel. A diákok szemszögéből szerintem a legnagyobb kihívás, és a visszaigazolások szerint is, az erős kényszerek hiánya. Ez leginkább azt jelenti, hogyha nem ülök le és nem tanulok, akkor se szól senki semmit. Van egy határidő, de ha nem tartom be, akkor sem történik semmi. És az, hogy a diákok roppant motiváltak és maguktól megteszik ezt a tanulást, ez nem biztos, hogy megtörténik a valóságban. Tehát amikor tanulóközpontú oktatásról beszélünk, meg diákoknak a motivációjáról, akkor ezt figyelembe kell venni. Egy másik fontos szempont, hogy azért gyakran előfordul az, hogy a tananyagok megértésével problémák vannak. Tehát vannak elég nehéz kurzusok is, mondjuk gondolok itt matematika, fizika, vagy akár a programozás kurzusokra, ahol előfordul, hogy az ember megakad valamivel, és nem feltétlenül tud segítséget kérni. Ennek elég sok oka lehet, leginkább talán szerintem a nyelvi nehézségeket tudnám említeni, mert a fórumokban ott úgy látom, hogy nagyon gyorsan válaszolnak a felmerülő problémákra. Csak a fórumok általában angol nyelven mennek, és nagyon sok olyan résztvevő van a kurzusokon, aki nem uralja az angol nyelvet. És hát az utolsó az mindenki számára triviális, ezen kívül más dolga is van a hallgatóknak, mint hogy MOOC kurzusokon tanuljanak, hogyha nincsenek elég erősen rákötelezve erre. Ehhez kapcsolódik a következő, ez a tanulók bevonódásának mintázata. Egy bevonódás azt jelenti, hogy hogyan áll hozzá, hogyan vesz részt a kurzusban. Itt három csoportot különítenek el a különböző publikációkban, csak egyet emeltem ki, de a többi publikáció is egyetért ezzel a csoportosítással. Az aktív résztvevők, azt gondolom mindenki számára világos, aki megcsinálja, minden merész, ez fórumozik, teljesíti a teszteket, beadja és megszerzi a végén az adott oklevelet. A másik széle, ez a passzív résztvevők, akikre általában az jellemző, hogy valamilyen oknál fogva elégedetlenek a kurzussal, vagy frusztráltak lesznek, vagy éppenséggel abszolút nem hiányzik nekik ez a szabadság, ami a kurzuson adott. Tehát, hogy tanulja, hogy akarsz, hanem ők bizony azt szeretnék, hogy a tanárok folyamatosan segítsenek nekik, rákérdezzenek, szorosabban legyenek fogva. Tehát, ami az open kurzusoknál egyáltalán nem jellemző. És van egy középső kategória, itt a felsorolás szerint középső csak, amiket leskelődőknek lehetne fordítani. Ezek azok a többé-kevésbé aktív résztvevők,
akik gyakorlatilag végigcsinálják a kurzust, megcsinálják a feladatokat, de nem vesznek részt feltétlenül az eszmecserében például, vagy esetleg a végén nem vizsgáznak le, hanem csak kíváncsiak valamiért a kurzusra. Ezek jelentős része a különböző mérések szerint egyetemi oktatók például, vagy olyanok, akik ebben a témában szeretnének új inspirációkat kapni. Tehát kíváncsiak, hogy az a téma, amiben ők otthon vannak, hogyan néz ki egy másik megközelítésben. Ez egy elég nagy része a résztvevőknek. Miért érdekesek ezek a mintázatok számunkra? Azért, mert mindjárt szólok pár szót majd az egyik legkritikusabb problémára, a lemorzsolódásról. A lemorzsolódásról mindenki tud ugye, hogy elég jelentős mértékű itt a kurzusokon, de nagyon, nagyon összetetten kellene ezt a kérdést vizsgálni, ugyanis, hogyha ránézünk mondjuk erre a három csoportra, ezekből gyakorlatilag csak az első csoport az, aki játszik ezen a pályán, a másik kettőt be sem kéne számítani, és ők nem komoly tanulók. Ez olyan, mintha mondjuk lemegyek a pályára focizgatni, de attól még nem fogok semmelyik bajnokságba részt venni, csak éppen eltöltöm a szabadidőmet. Kicsit ez jut eszembe óra. A lemorzsódással kapcsolatban van egy honlap, ide is írtam a címét, ez a Cathy Jordan féle oldal, ahol folyamatosan lehet látni a különböző kurzusoknak az adatait. Ennek a legutóbbi frissítése szerintem egy hónapon belüli, tehát teljesen új adatokat közöl. És egyébként interaktív, tehát rá lehet kattintani a különböző adatpontokra, és akkor ott kírja a kurzusok nevét és egyéb adatait. Jobb oldalt pedig lehet látni a különböző szűrőket, hogy mi alapján tudunk keresgélni benne. Különböző platformok, tehát nem csak a Coursera-t lehet nézni, hanem elég sok másikat is. Aztán egyetemekre akár, vagy pedig értékelési típusra, és így tovább. Ez azért érdekes ez az oldal, mert nem levegőből kapott adatokról beszélünk, hanem itt meg lehet nézni, hogy mondjuk melyik típusú kurzuson mekkora a lemorzsolódás. Itt például láthatnak egy olyat, ez a legszélső lila pont alul, ahol a résztvevők száma több mint 200 ezer. És az elvégzők száma az meg ilyen 1-2 százalék körüli. A függőleges oszlop az azt mutatja, hogy hányan teljesítették a kurzust végig. Meg lehet nézni, hogy mi az, ahol ugyan kevés résztvevő van, de mindenki teljesíti majdnem. Tehát nagyon érdekes elemzésekre ad lehetőséget ez az oldal. Ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. És akkor néhány dolgot a lemorzsolódásnak a lehetséges okairól. Itt mindig csak lehetséges okokról tudunk beszélni, hiszen erre nem kötelező senkinek se válasz, hogy miért hagyta abba a kurzust, vagy be se lépett esetleg. Ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan számoljuk a lemorzsolódást. Amikor az ember belép egy ilyen felületre, mondjuk a Coursera-ra, megadom a nevem jelszavon, és ott vannak a kurzusok, rákattintok, ezzel a kurzusra beléptem. Lehet, hogy egyetlen egyszer sem nézem meg, egyetlen anyagot se, de attól kezdve én már a kurzus résztvevőjének számítok. Felmerül, hogy az a kérdés, hogy akkor ő most lemorzsolódott, hogy meg sem nézett semmit. Tehát itt azt mondanám, hogy azért ezeket nagyon kritikusan kell kezelnünk. Általában az elvégzők, a sikeres elvégzők és oklevelet szerzőknek az aránya az olyan 10-15% körül szokott lenni, esetleg elmehet 40% körülig. Na most, hogyha ezt összehasonlítják a hazai nappali kurzusoknak az arányával, nem tudom, ennek a számairól miket tudnak, ott is elég nagy mértékű a lemorzsódás, azt gondolom, de nyilván nem 10%, hanem mondjuk 50 körül, vagy 60. Ezeket meg lehet nézni, nem szeretnék most helytelen információkat közölni, de magas. Néhányat az itteni lemorzsódás okairól. A motiváció hiányt az előbb már említettem. Tehát az, hogy bejelentkezik egy kurzusra, mert nekem tetszik a címe, aztán többet nem érek rá ránézni, ez semmiféle következménnyel nem jár. Lehetséges, hogy a tananyag túlságosan nehéz, nincsenek meg az előismereteim hozzá. Lehet, hogy a tananyag nem megfelelő nekem, tehát mondjuk netán egy kínai professzor beszél elég érdekesen angolul, én meg nem tudok angolul se rendesen, nem értem meg egész egyszerűen. Előbb említettem már a szükséges segítség hiányát, ezt nem mondom újra. Nagyon érdekes viszont ez az értékeléssel kapcsolatos problémák. A kurzusok jelentős részében, vagy talán majdnem mindegyiknél van ez a peer review, tehát kell esszét írni, és azt a többiek értékelik megadott szempontok alapján, aztán általában elhagyják a legjobbat, meg a legalsót, és a többit átlagolják. Viszont ez ennek ellenére is elég sok szubjektivitásra ad okot. Ezen kívül kommentálhatják is a hallgatók egymásnak a munkáit.
Na most a kommentek között elég negatív kommentek is előfordulhatnak, ami elveheti az embernek a kedvét ahhoz, hogy attól, hogy ezt esetleg folytassa. Olyan is előfordult több esetben, hogy olyanok reviewzzák az embernek a munkáját, akik nem értenek hozzá. Tehát ugyanolyan hallgató, ugye, mint én, megcsinálok egy adatelemzést, de ő nincs azon a szinten, és nem érti meg, és mondjuk elég kevés pontot ad rá, holott lehet tudni, hogy ez egyébként tökéletes. Tehát ilyen problémák előfordulnak ebben a rendszerben, és sokakra ez elég negatív hatással lehet. A nyelvi problémák, az előbb már említettem egyet, de lehet szimplán csak az is, hogy nem tudnak eléggé az adott nyelven, amilyen nyelven a kurzus van. Az esetek nagy részében angol ez a nyelv, de mutattam, hogy elég sok más nyelven is van. És azt gondolom, hogy meg fogom érteni, de nem értem meg közben. A videók általában feliratozva vannak, le van írva a szövegük külön fájban is. Ennek ellenére jó pár olyan kurzus van, ami elég komoly nehézséget jelenthet. Mondjuk egy történelmi kurzusnál elég jól kell érteni, egy matematikánál talán kicsit kevésbé. És hát az előbb már említettem szintén az időhiányt. A határidők általában elég szorosak szoktak lenni a kurzusoknál, és ezt nem mindig tudja az ember teljesíteni. A másik ilyen kritikus probléma, ez a kurzusoknak a minősége. Ezt azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nehéz megítélni, és az elmúlt 2-3 évben kezdődött elég sok ilyen kutatás, hogy erre kidolgozzanak valamilyen módszert, mérőeszközt és hasonlót. Ezekből szeretnék egy-kettőt felvillantani. Első lépésként talán azt az eredményt említeném meg, alul írtam, hogy kiktől származnak ezek, hogy úgy találták, hogy a kurzusoknak a szervezettsége és a tananyagoknak a prezentációja, bemutatása az nagyon jó minőségű, gyakorlatilag az összes ilyen kurzus esetében. Azt gondolom, hogy ez nem olyan óriási meglepetés, hiszen vélhetőleg nem engednék meg maguknak az egyetemek, hogy rossz minőségű anyagokat közé tegyenek, hiszen ez óriási presztízsveszteség lehetne. Viszont az a része, ami számunkra érdekes lehet, én úgy fordítottam magyarul, hogy a módszertani tervezés, ez az instructional design, de ha valaki majd tud jobb kifejezést, nyugodtan segítsen. Tehát arról szól, hogy hogyan vannak módszertanilag megtervezve a kurzusok, ezeket nagyon gyengének találták a kutatók az összes esetben. Erre kidolgoztak korábban egy szempontrendszert, pontosabban nem erre dolgoztak ki a szempontrendszert Merrill, hanem arra, hogy hogyan érvényesülnek a tanításnak az elvei, de ezeket remekül lehet alkalmazni. Kipróbálták nappal egyetemeken is, és aztán a MOOC kurzusok értékelésében is. Ebből párat itt felsoroltam. Ez a problémaközpontúság, aztán a tanulók tudásának az aktiválása, az anyag szemléltetése, a probléma megoldási szituációkban az új tudás és az új tudás beépítése az eddigibe. A másik ilyen szempontok, az előzőek ugye arra vonatkoztak, hogy a tanulási tevékenységet hogy végezzék a tanulók, a másik pedig, hogy hogyan támogassuk ezt a tanulási tevékenységet. Itt a kollektív tudás, a tanulók kollaborációja, a tanulók differenciált támogatása, aztán a valós életből származó példák és szituációk, jó gyakorlatok, rossz gyakorlatok, és a visszajelzések a tanulás támogatására. Ez volt az a 10 szempont, amit felhasználtak a mérőeszköz kifejlesztéséhez. 2 mérőeszközt találtam, abból az egyiket vettem ki itt bemutatásra, az a neve, hogy Course Scan. Ezt nem direkt a MOOC kurzusokra találták ki a kutatók, 2005-ben fejlesztették ki, akkor ugye még nem volt egy darab ilyen kurzus sem, hanem igazából a felsőoktatási kurzusoknak a minőségének a mérésére, de aztán némileg átdolgozva úgy tűnik, hogy alkalmazható erre a célra is. A mérőeszköz 3 fő részből áll, az első részben a kurzusok általános adataival kapcsolatos kérdések vannak, a második részben a kurzus felépítése és a céljai, és nekünk a harmadik rész érdekes, ami ezekre az elvekre épül, amit az előbb itt bemutattam. Tehát ez a 10 elv, ez alkot egy keretet, és erre vannak rákérdezések 0-3-ig levő skálán, tehát 4 fokozat. A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem jellemző a kurzusra, a 3-as azt jelenti, hogy tökéletes, kiváló. A mérőeszköz megtalálható teljes egészében itt a megadott forráson. Ezt azért is tüntettem fel, hogyha valaki ilyet szeretne a saját kurzusával, vagy akár bármilyen online kurzusával kapcsolatban, akkor érdemes ránézni, úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jól megcsinált mérőeszköz.
És akkor pár dolgot arra, hogy amit ezzel mértek, abból mi jött ki nekik. Itt egy fontos dolgot vettem ki a cikkből, hogy 76 kurzus vizsgáltak meg egy elég nagyméretű listából, aminek a körülbelül a kétharmada volt a hagyományos egyetemi, tehát az X-MOOC típusú, és 26, tehát egyharmada a konnektivista típusú kurzus. És csak ezt a második részét nézve a kérdőívnek, tehát a módszertani tervezéssel kapcsolatos részeket, ugye 72 pont a maximális, mert 0-tól 3-ig és 24 kérdés van. Az átlagos eredmény az 0 és 28 pont közé jött ki. Tehát gyakorlatilag 30 pár százalékig tudtak eljutni ezekből a szempontokból, hogyha végignézték a kutatók a kurzusokat. A kettő típusú kurzus között elég minimális a különbség, ha nézik, 3 és 25 között jött ki az X-es, és 0 és 28 közé esett a konnektivista kurzus. Tehát igazából ez nem óriási különbség, azt gondolom. Holott persze a kurzusok típusa az teljesen más, de úgy tűnik, hogy ez nem befolyásolta lényegesen. Megkérdezhetjük, hogy miért van ez, tehát mi az oka annak, hogy ez az instructional design része ennyire gyenge a kurzusoknak. Hát erre igazából a kutatók sem tudnak válaszolni, hanem ide is írtam, hogy csak találgatnak, hogy mi lehet az oka. Mi is elgondolkodhatunk ezen, hogy mondjuk, amikor az ember módszertan tanul, akkor igazából az alsó tagozatos, aztán a felső tagozatos, netán a középiskolában való tanítás módszereit tanuljuk. Olyanra én nem nagyon emlékszem vissza, hogy azt tanultam, hogy az egyetemen hogyan kell oktatni a diákokat. Pedig jó pár kurzuson részt vettem. Tehát az egyik probléma ez lehet, hogy egyetemen való oktatásra külön nem tanítják meg általában az embereket, a hallgatókat a tanulmányaik során. Erre azt mondják nagyon visszafogottan a szerzők a cikkben, hogy a kurzusokon oktatók talán nem ismerik a korszerű pedagógiai elveket. Ez persze csak egy feltételezés. Azt is mondhatjuk, hogy más szempontokat preferálnak ezekkel az elvekkel szemben, hiszen úgy tanítanak, ahogyan megszokták ezt az eddigi munkájuk során, és nem álltak át arra, ahogyan egy ilyen online kurzuson kellene tanítani. De itt nincsen válasz, tehát ezt azért is mutattam meg, hogy önök is gondolkodjanak, vagy gondolkodjuk ezeken közösen, hogy mit lehetne ezzel tenni, hogy ez a helyzet javuljon. Abban valószínűleg egyetértünk, ez a szint ez nagyon-nagyon alacsony. Egy másik ilyen minőségi kérdés, eddig ugye a kurzusok minőségéről beszéltem, a tanulói hatékonyságnak a mérésének a kérdésköre. Tehát, hogy a tanulók mennyire tanulnak eredményesen ezekből az anyagokból. Rengeteg oka van a lemorzsolódásnak, ahogy mutattam. Az is benne lehet ebben, hogy az anyagok nem teljesen alkalmasak arra, hogy a tanulók szeretnének tanulni. Mondok egy példát rá. Volt olyan kurzus, amit elvégeztem, ahol például nem volt szükség arra, hogy a videókat megnézzen, egyszerűen elolvastam a leíratát a szövegnek, ami ott volt, mert mondjuk nem jól beszélt, aki a videón beszélt. De van olyan, hogy a hallgató mondjuk nem szeretné elolvasni azokat a diákat, amiket adnak hozzá, vagy kötelező anyag lenne, ő azt szeretné, hogy legyen róla egy videó, megnézem, meghallgatom MP3-ba, és így tovább. Tehát az, ami a offline kurzusoknál, amikor bemegyünk az egyetemre és tanítunk diákokat, látható, hogy a diákoknak különböző tanulási stílusai vannak. Ez ugyanúgy megvan nyilván az online világban is, és ez is befolyásolja azt, hogy egy hallgató végig tud-e csinálni egy kurzust, vagy sem. Ennek a módszertanáról szóló cikket is beidéztem, tehát meg tudják nézni, és rá tudnak keresni erre a dologra. Néhány dolgot az újdonságokkal kapcsolatban. Hát amikor ezen gondolkodtam, hogy a mélyponton van-e ugye ez a kultúra, akkor azt gondoltam, hogy már csak azért sem lehet mélyponton, hiszen folyamatosan újabb és újabb dolgokat találnak ki. Tehát nem egy helyben áldogál ez a dolog, hanem napról napra lehet újakat találni, hogyha az ember ezeket figyeli, akkor ez azért elég jól látszik. Ilyen újdonság például az, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak pénzért adnak. A Future Learn-ben, ez ugye említettem, ez az angliai egyetemek által létrehozott ilyen online kurzus szolgáltató intézmény. Itt a tanúsítványokat csak és kizárólag papíron hajlandó kiállítani, 29 fontba kerül jelen pillanatban egy ilyen papír. Azt nem gátolja meg senki, hogy az ember végigcsinálja a kurzust, levizsgázzon, tehát ugyanúgy, mint a korszán vagy a többinél, de a papír megszerzése már csak így működik.
Aztán a Korszelen jelent meg, ez már talán egy vagy két éve is van, hogy lehet pályázni anyagi támogatásra, hogyha az ember úgy szeretne kurzust elvégezni, hogy kapjon róla valódi papírt, aminek az ára olyan 40 és 50 dollár között szokott lenni, de lehet pályázni arra, hogyha az ember tudja igazolni, hogy ő nem rendelkezik ezzel az összeggel, akkor a Korszelen nyújt ehhez támogatást. Nagyon érdekes a tanfolyamok nyelvi kínálatának a folyamatos bővítése. Ez azt jelenti, hogy a különböző oldalakon ilyen fordító közösségeket hoznak létre, és a kurzusok feliratai már nem csak angolul vannak meg, hanem más nyelveken is. Tehát én is kaptam már ilyen felkéréseket, hogy ugyan már szeretném el magyar kurzusokat csinálni. Nyilván ez elég erőforrást igényel az embert, hogy leülök és lefordítok egy kurzust magyarra. De azt gondolom, hogy ebben van azért fantázia, tehát azért vannak csapatok, hogy ezt megcsinálják, és meg is lehet csinálni. Egy újdonság, ez az elmúlt fél évben jött be körülbelül, a kötetlen időbeosztású kurzusok. Eddig ugye úgy voltak a kurzusok, hogy indul március 5-én, 6 hétig tart, április végére vége van. Most egyre több kurzusnál úgy írják ki, hogy elkezdheted bármikor gyakorlatilag, tehát nem kötődik a szokásos szigorú egyetemi rendhez, hanem bármikor be lehet lépni a kurzusba. Ez azt gondolom, hogy valószínűleg nagy segítség, mert olyan gyakran előfordul, hogy egy kurzus nem tudok belépni akkor, amikor kezdem, éppen nem érek rá, mondjuk elutazok egy-két hétre, vagy hasonló, így viszont bármikor föl lehet venni. Ugyanakkor megint benne van az a hiány, hogy ha nem elég szigorú a dolog, akkor amiatt maradok le, hogy majd ránézek, és akkor nem nézek rá. Volt olyan kurzus, amit már sikerült fölvennem 4-szer, de még nem jutottam a végére. De nem azért, mert borzasztó nehéz volt, hanem mert körülbelül egyszer sikerült benéznem, és rá pedig nagyon érdekel, de még nem adtam fel. És az előbb, az elején mutattam ezt a Udacity-nél a nanodegree programot, ami az elméleti kurzusok helyett teljesen gyakorlati kurzusok felé visz, olyannyira, hogy ha ránéznek a kurzusoknál, leírják azt, hogy hogyan lehet esetleg utána a munkához jutni, sőt, ebben is talán segített, kiajánlják a hallgatókat. Olyan is van benne, hogy a kurzus elvégzése után, a sikeres vizsga után visszakaphatja a tandíj 50%-át. Tehát ezeket mindenképpen érdemes megnézni, mert ez elég nagy segítség és nagyon jó lehetőség. Itt általában számítástechnikával kapcsolatos, vagy ahogy az előbb mutattam, adatelemzés is hasonló, tehát elég ilyen természettudományos irányultságú kurzusokról van szó. Ebből néztem egy párat, nagyon jó minőségűnek tűnnek számomra. Összegzésképpen akkor mit is szerettem volna önöknek megmutatni. Próbáltam választ keresni erre, hogy hol tart a munka hype görbén. Nincs erre természetesen egyértelmű választ. Tehát több cikket megnéztem, akik beszéltek erről. Volt, aki azt mondta, mint a János, hogy most éppen a mélyponton. Volt, aki azt mondta, hogy már fölfelé megyünk. És ennek mindenféle variáció előfordultak. Én azt gondolom, hogy a mélypontról kezdett kijönni. 2013 elején volt egy óriási fellendülés, New York Times címlaptól kezdve, az volt a csúcspont. Év végére már ők is lejjebb adták, de most már 2015 van, és azt gondolom, hogy a növekedés folyamatosan megy tovább, ha nem is olyan exponenciálisnak tűnő ütemben, tehát bízhatunk abban, hogy ez működik. Azt hiszem, az Edison láttam most egy olyan speciális meghirdetést, hogy a University of Arizona indított egy kurzust, undergraduate hallgatóknak, ahol elfogadják a MOOC kurzust úgy, mintha ők oda járnának. Ezt ajánlom mindenkinek a figyelmet, nézzenek rá. Nyilván van egy csomó feltétel, hogy mi kell ehhez, de ez már egy olyan első fecske, ami valószínűleg vonzani fog másokat is maga után. Azt gondolom, hogy látható, hogy rengeteg nyitott kérdés van, és mindenféle megoldási kísérleteket próbálnak előhúzni. Az biztos, hogy nincsen egyetlen jó lehetőség, de ötleteket nagyon sokat kaphatunk, akár a saját munkánkhoz, hogyha tartunk kurzusokat. Az is igaz, hogy meglehetősen nagy az ellenállás ezzel szemben, tehát továbbra is sok olyan cikket lehet találni, ahol azt mondják, hogy hát ebből nem lesz semmi, ez csak ilyen játszadozás, ez soha nem váltja ki a nappali oktatást. Én azért mindig elgondolkodom azon, amikor egy ilyen kurzust megcsinálok, hogy ha ez valamelyik hallgató megcsinálná, akkor én aláírnám neki a fél évét. Hát elég sok kurzusnál simán, anélkül, hogy akár be kéne jönnie. Mert néhány kurzus szerintem nagyon komoly. És az utolsó, ami szerintem nagyon sajnálatos, hogy Magyarország jelen pillanatban teljesen kívülállónak tűnik ezen a körön.
Itt most nem arra gondolok, hogy Magyarországon nem csinálunk semmit, hiszen önök is csinálnak, hanem hogy nem vagyunk benne ebben a vérkeringésben, amiben talán benne kéne lenni. És megemlíteném azért az eltérő Túrcsányi Szabó Mártát, aki nemrég a University of London képviseletében ugyan, de nagyon eredményesen kidolgozott egy ilyen kurzust, ami igen komoly nemzetközi elismerésre tett szert. Tehát bízunk benne, hogy valami lesz belőle. Csak itt nem ennek kéne állni, hogy University of London, hanem bármelyik magyar felsőoktatási intézménynek, azt gondolom. Utolsó diám, az egy érdekes megállapítás, amit az egyik elemző írt most már lassan 2 éve, hogy ahogy fejlődik ez a MOOC kultúra, ugye 2008-tól 2015-ig már 7 év azért eltelt, hogy a kurzusok következő generációja már nem fog rendelkezni azokkal a jellemzőkkel, amik kezdettől fogva felkeltették rá az érdeklődését a médiának, meg a nagy közönségnek. Hogy ez probléma-e vagy sem, hát ezt nem tudok válaszolni, ez egy érdekes felvetés, azt gondolom, majd meglátjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket!